Az egyik legrangosabb hazai mérkőzését játszotta a BSN női kosárlabda csapata az alapszakasz február 20-ai 15. fordulójában. A Farkas Sándor vezényletével pályára lépő lányok hétközben Baján arattak látványos és rendkívül izgalmas meccsen 2 pontos győzelmet. A vendégsikerben Oroszlán részt vállalt a 4,7 másodperccel a vége előtt dobott triplájával Tiba Klára. A BSE csarnokában szombaton játszott meccsen a hazaiak kispadja nem csak a fáradtságtól, hanem a fiatalok másik meccsen való részvételétől is rövidebb volt, míg a két leggólerősebb játékos sérülés miatt kihagyta a Sopron elleni meccset. Az esélyesebb Sopron, köszönhetően hosszabb kispadjának és nemzetközi tapasztalatának, lendületes játékkal és magabiztos fölénnyel kezdte a meccset, amit aztán a hazaiak egyre jobb védekezése és javuló dobás átlagai sem tudtak követni. Siába a 100 fős hazai szurkolótábor, a lányok lelkesedése, a Sopron bizonyította fölényét a végig egyenrangú partnerként küzdő BSE felett. A végeredmény BSE MKB Euroleasing Sopron 39-94. A BSE jelenleg 6. az alapszakaszban, s célja az 5 közé jutás. 2 meccset még nem játszott, így minden esélye megvan, hogy például a szintén rivális és klasszisokat felvonultató Pécs ellen bizonyítson március 8-án.